Köszöntöm Önöket! Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt kollégánk Petyko Ágnes rádiós riporter. 1975-től 2008-ig a Kárpátaljai megyei RTV magyar szerkesztőségében dolgozott, 4 évtizedig szolgálta önzetlenül a magyarságot. 1991-től a Kossuth Rádió kárpátaljai tudósítójaként tevékenykedett. A Határok nélkül című műsornak indulásakor lett a munkatársa. A kárpátaljai magyarság sorsdöntő eseményeiről, mindennapjairól, illetve a nemzeti identitás, az egyházak, a hagyományok és a magyar kultúra megtartó erejéről több ezer riportja, összeállítása, interjúja, tudósítása hangzott el. Műsorunk elején most a 2010-ben vele készült utolsó interjúval Petyko Ágnesre emlékezünk. Egy álnok hazug világban kellett helytállnom ebben a hivatásban. Ez már akkor is kitűnt, amikor tortúra jelentkezett a felvételimnél. Bár, ahogy manapság mondják, pályázati úton nyertem el ezt a helyet, egy éven át, sőt, még plusz 3 hónapon keresztül. Egyszerűen nem akartak státusba venni, csak azért, mert az édesapám újságíró volt, és félt az elnök a protekcionalizmustól, miközben dühöngött már akkor rég a protekcionalizmus, de velem szemben nagyon-nagyon óvatosak voltak. És heti 2 adást kellett úgy elkészítenem, hogy az egyik mezőgazdasági, a másik ipari, és autóbuszon vagy biciklin bármin mehettem a kiszállásra, az az én dolgom volt, és közben tanulnom is kellett, mert még 4-es voltam. Aztán végül is úgy döntöttek, hogy hát félelem, ide félelem, oda fölvettek. Így aztán csak májustól, 1975 májusától lettem státusban a rádióban. Ugye akkor nagyon sokáig kellett várnod arra, hogy nyugodtan tudj dolgozni, de akkor miért vállaltad mégis ezt a sok megpróbáltatást ahhoz, hogy riporterként dolgozhass? Megkérdezte Tárci Etelka is, aki ugye hát a levelezésen volt, tehát egyébként is sok minden, de hát neki köszönhető, hogy a Szívküldi olyan nagy sikert hozott az Ungvári Magyar Rádiónak. Ő kérdezte, hogy Ági, annyi anyagoddal van kifogás, miért nem szomorodsz el, miért nincs semmi gondod? És akkor mondtam neki, tolgyakorlatnak tekintem, de megcsinálom, mert én ilyennek képzelem el ezt az anyagot. Letiltják? Letiltják. Így jött aztán a 70-es, 80-as és a 90-es évek, ahol mindig volt akadt olyan anyag, amit hát bizony kifogásoltak, és azt mondták, jobb, ha nem hangzik el, mert ami nem jelenik meg, abban nincs hiba. Ami még mindenek fölött széppé tette ezt a hivatást, hogy az embereket arra tudtam biztatni, hogy érdemes magyarul beszélni. Sőt, magyarul szépen érdemes beszélni. És ha Munkácson már tényleg a 70-es évektől nagyon rosszul kezdtek a magyarok beszélni, csak éppen tudni lenni magyarnak. Elmondtam neki, hogy olvasgasson, nézze a televíziót, hallgassa a rádiót, és igyekezzen szépen beszélni. A következő alkalommal eljöttem ugyanahhoz a vezetőbeosztású hölgyhöz, mint hogy Gyöngy olyan szépen beszélt. Tehát biztatni kellett. Voltak olyan történeteim például, hogy a szürtei 2 tornyú templom, hát omladozott, hát szörnyű, hogy nézett ki. Eljönnek erre a turisták. Mit fognak magukról mondani? Milyen emberek azok, akik a templomukat nem tisztelik? De ez ugye 80-as évek, kegyetlen ideológiai elnyomásban élünk. Interjú közben megemlítem a beszélgető társamnak, hogy így ne hagyják. Bármi van, bármi történik, magukról beszél, magukról szól, nem a Szovjetunióról, hanem magukról beszél ez a külső. És kisvártatva rendbe hozták a templomot. És ez olyan jó volt, mert igazolta azt, hogy tényleg, ahogy én tudtam hatással lenni rájuk, úgy tudtak ők is engem nevelni, tanultunk egymástól, és ez felemelő, szépé tette ezt az egész munkát, a hivatást, mindenhez erőt adott, és reményt, hogy hát nem oda Buda. Ti csak mondjátok a magatokét,
én is tudom, meg ő is tudja, hogy mi a miénk. Vidám események is voltak természetesen a találkozásaink során. A 80-as évek elején egy olyan nehéz magnót kellett cipelnem, hogy egyszerűen, hát látták mondjuk, ha elmentem egy aratásra, vagy valami, a gépkezelő leszállt, és azt mondta, olyan messze van, egy egész kilométerre van csak a gépem, tudja mit, segítek magának, viszem a mezőn, és tűzött a nap a hőségben. Mikor levette a válláról, visszaadta nekem a magnót, rám nézett, és azt mondja, tudja mit, hölgyem? Én még 40 hektár aratnivalót vállalok, de még egyszer ezt a magnót a vállamra nem teszem, olyan nehéz. Tehát tény, hogy nem csak szellemi, hanem fizikai munka is volt akkoriban ez a hivatás. Tényleg volt egy ilyen kellemes meglepetésben részem, amikor a kutyával beszélgettem, ugye hát a postás, a rendőr és a riporter az oda megy be, ahová éppen akar, és hát mentem, és a kutyus dicsérgettem, hogy okos kutya, jól van, nagyon helyes, ugatnod kell, mert te itthon dolgozol, majd kijönnek a hangodra, az olyan, mint a csengő, a háziak. És ahogy így mondom mindezt a kutyának, kijön a néni, egy olyan 70 éves körüli néni, összecsapta a kezét, és azt mondta, jaj, az én Petyko Ágicám az Ungvári Rádióból. Mondom, hát honnan tudja? Hát azért, mert megismertem a hangját. Ez egy nagyon kellemes emlék volt. Megismerték a hangomat tényleg, és nagyon szerettek, különösen amikor a Kossuth Rádióból már többször hallottak. És azt, amit üzentem, azt a szívükből üzentem a nagy anyaország felé, és a többi elszakított nemzetrész felé. Úgyhogy tényleg szép szakasza ez az életemnek, és nagyon remélem, hogy aki folytatja, jelen esetben te, helytálsz, mert sok jót hallottam már a ti munkátokról, a tiédről is. Sok kedves emlékem van. Sorolni lehetne, hogy tényleg sikerült, gyűjtést indítottak Magyarországon, gyűjtést indítottak Kárpátalján. Tehát tényleg van a szónak ereje. De a lényeg újra csak a veszőparipám az, hogy mert ilyen az ember. Csak ezt kell erősíteni, ebben kell bátorítani, hogy merjen beszélni, hogy merje megfogalmazni világosan a gondolatait, hogy azt a célt, amit maga elé tűz, az nemes érdek legyen, és akkor nagyon nagy ereje van, elsöprő ereje van a szeretetnek, mindannak, ami mozgatója az életnek. Nem a rádió, vagy bárki személy szerint az, aki érdemeket sorolhat fel ezen a téren. Az érdem az embereké, az ő szeretetüké, a jóságuké, aminek csak egyszerűen talajt kell adni, hogy ott lábat vessen, hogy erősnek érezze magát, és akkor mindent el lehet érni. Szépet, nemeset, amiért érdemes élni. Jó dolog volt az, hogy emberrel kellett dolgoznom. És bár József Attila annak idején azt írta, hogy a vers című költeményében, hogy az ember minden akart lenni, csak azt nem mondta, hogy ember vagyok, ez az idézetrész. Valahogy ezt nem tapasztaltam. Emberek voltunk mindig, és hát akárhogy is, de mindig sikerült valami szépet, jót találni, hogy azon túl, hogy nem a nem tudom, x-edik, 20-hanyadik pártkongresszus idézete el ne hangozzék, ez volt a minimum, de az ember mindig felcsillant, mindig ott volt a szép. Éppen ennek köszönhetően a 70-es években egy olyan
adásomat tiltották le, amelyben megkérdeztem, meg mertem kérdezni egy gépésztől, hogy mi a hobbija? A válasz, szovjet embernek nem lehet hobbija, mert az maga a munkája. A 80-as években egy bodnármesterrel készített interjúmat tiltották le, azért, mert hát mindig azt mondta, hál' Istennek van anyag, hál' Istennek a fiam is tanulja a szakmát, és még végül ráadásul azt mondta a bodnármester, hogy de én elénekelem még a kedvenc nótámat. És annak természetesen mi volt az utolsó sora? Én Istenem, mi az oka, az enyémre nem süt soha. Na hát természetesen újra ismét, hát hogy lehet Istenről beszélni? A szovjet ember Istenről nem beszélhet, letiltották. De a 90-es években is volt hasonló kalandom. Egy földprivatizációs ügyben az elnök magához kéretet, és kérdezte, hogy mikor akartam műsorra tűzni. Mert erősködtem, hogy ebben nincs semmi rossz, ez így helyes, hiszen ez a dolgunk, hogy a nép mellé álljunk, hogy megtudjuk az igazat. És mondtam, hogy holnapra. Azt mondja, hogy megtiltja nekem, hogy holnap adásra tűzzem. Visszafelé elvettem a vezérlő teremből az aznapi készműsorunkat, átcsináltam, és aznap műsorra tűztem. Tehát akkor már lehetett egy picit. A többi két eset, meg a több esetben ilyen nem is volt. Nem lehetett ellen, tehát a széllel szemben nem mehettem. Úgyhogy az ember a lényeg, és az egész szakmánknak az a lényege, és hivatásunknak, amit egy Váci Mihály papköltő írt, CZ-vel különbözteti meg egyébként is a nevét, a sora így hangzanak, osztani magad, hogy sokasodjál, kicsikhez hajolni, hogy magasodjál, hallgatni őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világhoz, széllyel szóródni, esőhomokra, sivatagnyi, reménytelen dologra. S ha nyár se lesz tőled, s a táj se zöldebb, kutakba gyűjt a mély, soká isznak belőled. Na, ilyen munkát kívánok nektek az elkövetkező 60 évre. Folytatjuk műsorunkat. A Lakiteleki Népfőiskola, a Szent István Egyetem és a Dunaverzitas Egyesület idén 14. alkalommal rendezte meg a kistérségi és kisközösségi televíziók filmszemléjét Lakiteleken, amelyre mintegy 70 filmet küldtek be a Kárpát-medencei magyar alkotóközösségek, stúdiók. Az idei szemlét Csóri Sándor kétszeres Kossuth-díjas költő, esszéíró, prózaíró tiszteletére szervezték. A zsűri nagy díját, valamint a Bács-Kiskun megyei közgyűlés külön díját kollégán Kovács Géza az Árpád vonal című alkotásáért vehette át. Ezt a filmet ajánlom most szíves figyelmükbe. Sorsára hagyott vasbetonbunkerek, ma már alig látható futóárkok. Sok helyen csak ennyi maradt a Kárpátok hegyei között kiépített védelmi rendszerből, amit a Magyar Királyi Honvédség hozott létre az 1940-es évek elején. Az Uzsoki hágótól a Székelyföldig mintegy 600 km hosszan húzódott. Ebből 250 km Kárpátalján. A Magyar Királyi Honvédség három védelmi vonalat épített ki a keleti határvidéken 1940 és 44 között. Erre azért volt szükség, mert miután Magyarország visszakapta Kárpátalját és 1939-ben kitört a II. Világháború, az ország a Szovjetunióval lett határos. A magyar hadvezetés ebből az irányból számított támadásra, ezért szükségszerű volt a határok megerősítése Galícia felől. Korábban a Nagy Magyarországot a Kárpátok hegyláncai vették körül, és már korábban is tapasztalható az, hogy különböző völgyeket lezártak, tolaszokat készítettek az ellenséggel szemben, és mivel a várató ellenség kelet felől érkezhetett, és másod Magyarországon nem is volt olyan hely, ahol lehetett volna nagyfajta erődrendszert építeni, emiatt az Árpád vonal, ugye Kárpátokra kezdve egészen lesz Székelyföldig épült meg a II. Világháború elején. Hárosi Teofil ezredes tervezte, aki rendkívül nagy képességű hadmérnök volt, körbejárta az összes
erődrendszert, a Maginó vonalat, a belga erődrendszert, Károly vonalat, tehát tapasztalatokat szerzett, és úgy döntött, hogy végül is egy olyan modern rendszert épít, ami nem betonbunkerekből áll, hanem olyan kisebb erődökből, akadályokból, amely nem azt kifejezte, hogy végül is egyetlen erőd sem bevehetetlen, hanem csak az a cél, hogy feltartóztassa minél hosszabb ideig az ellenséget. Az átállat nem vették be, hanem amikor ugye Románia átállt a szovjet oldalra, akkor ugye megkerülték a Kárpátok hegyláncát, és amikor már a csapatok, a szovjet csapatok körülbelül Debrecennél jártak, akkor kezdődött meg az Árpád vonalnak a tervszerű kiürítése. Az első védelmi vonalat a magyar határ előtt építették ki, általában 30 és 70 kilométeres mélységben. Ez volt az előretolt Hunyadi állás. A védelmi sávot a támadás várható hadműveleteinek irányában hozták létre az utak mentén. Fő feladata a szovjet támadóerők lelassítása, megbontása volt, hogy túlerejével ne tudjon menetből teljes erővel a fő védőövre zúdulni. Az ezeréves határon épült meg a következő védműrendszer, a Szent László állás, amely tüzelőállásokkal, géppuskafészkekkel zárta le az utakat és a magas hegyeken átvezető átjárókat. Ennek feladata az volt, hogy közvetlenül az Árpád vonal előtt ismételten szétbontakozásra, a támadás újraszervezésére késztesse az ellenséget. És végül a magyar határokon belül, mélyebben a hegyek között futott és a védelem gerincét alkotta az Árpád vonal. A Hunyadi állásban már feltartóztatják őket, majd amikor megérkeznek, amit aztán nagy nehézségek árán, de sikerül áttörniük, megérkeznek a Szent László állásba, itt is ugye védelembe ütköznek, és van egy érdekessége ennek, ugyanis megérkeznek, hát gondoljunk bele, mekkora csapattestekkel kellett, hogy mozogjanak, és hát ezek után muníciót is kellett, hogy vigyenek, ezek jellemzően teherautókkal érkezhettek, vagy esetleg lovasszekerekkel is, de megérkeznek ide, megpróbálják áttörni, de nem sikerül itt a Tatárhágónál áttörni, és megpróbálják őket megkerülni. És azt látják, hogy sikerül, megy, ahogy mennek körbe rajta, egyre inkább körbe tudnak menni, és nem értik, hogy mi az, hogy ilyen gyenge a védelmi rendszer, meg nem erősített részeket találnak, és bekerülnek mögéjük, milyen jó, majd mögéjük kerülnek, vissza tudnak támadni. Igen ám, csak hogy ettől kezdve ők egy harapófogóba, vagy egérfogóba kerülnek, hiszen a hátuk mögött is ott lesz a védelem, és bent már Körösmezőnél is ott van a védelem, és hol van a muníció. Elfogynak idővel a lőszerek, muníció viszont kint van egészen a Tatárhágó mögött bőven. Hát és így aztán nagyon sok támadás sikerül is visszaverniük. A leírásokból azt tudjuk, hogy ezek a balassagyarmati fiúk, akik körösmezői völgyzárat vették, ezek 47 alkalommal verték vissza 3 hét alatt a szovjet ellenséges erőket. Az Árpád vonal gyakorlatilag egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó völgyzárakból állt. Mindegyik külön egységet alkotott, amelyben általában 300 katona teljesített szolgálatot. Kárpátalján az Árpád vonal legnagyobb erődrendszere a Tisza forrásától följebb, Körösmezőnél található. Itt zajlottak a legjelentősebb ütközetek a szovjet csapatokkal. De vajon mit őrzött meg az emlékezet a hasonló 20. századi hadi védelmi rendszernél tökéletesebb Árpád vonalról? Csak a legyőzöttek nosztalgiája misztifikálja nagyságát, vagy a győztesek is elismerik jelentőségét? Hogyan hasznosul ma a bunkerrendszer? Legalábbis az, ami megmarad belőle. Huszonkét magyar áldozata van a körösmezői harcoknak, néhány hetes harcnak, szemben a több mint 2000 szovjet áldozata. Ez nagyon jó mutatója annak, hogy az Árpád vonal rendszere milyen hatékonyan tudott működni. A mögötten lévő kis területen botokkal jelölte ki a vigyázók, hadisírkutató egyesületnek munkatársai, hogy hol is lehetnek, hozzávetőlegesen hol lehetnek a sírok, hiszen amikor eltemették az áldozatokat, a katonákat, akkor fakereszteket helyeztek ide el, melyek hát az idő múlásával szépen lassan tönkrementek. Thank you.
Ebből a temetőből indulunk a Kürösmezői völgyzár felfedezésére. Kalauzunk Bíró András, aki jól ismeri a terepet. Nem csoda, hiszen idegenvezető, sokszor megfordult már itt. Emellett családi kötődése is van ezekhez a dombokhoz. A nagypapája is tagja volt annak a különítménynek, amely itt harcolt. Súlyos sebesülésekkel került innen haza. Előttünk a szovjetek által épített megbékélés emlékművet láthatjuk, mellette pedig Kárpátalja legmagasabb pontján fekvő Árpád-vonal bunkerét 840 méteren. A bunkereket sejtszerűen építették fel, ami azt jelenti, hogy tűzvédelemmel látták el egymást, vagyis egymást meg tudták védeni. De a bunkerrendszernek az elsődleges célja mégis az, hogy ne egymást védjék, hanem a völgyet tudják védeni. És a nagyszerűsége ennek a rendszernek ez abban áll, hogy a bunkerrendszer nem úgy volt kitalálva, hogy csak védekezésre álljanak be, hanem védekezésre és támadásra. És ez volt a nagy ereje az Árpád-vonalnak. A vasbetonból épült bunkereket futóárkok kötötték össze. Ezekben bármelyik kiserődöt el tudták érni a katonák. A megfelelő helyeken lövészárkokat vájtak a földbe. Ezekben ágyúnak, gránátvetőnek alakítottak ki tüzelőállást, vagy géppuskafészkeket készítettek. Magukból a bunkerekből csak ritkán nyitottak tüzet a katonák. Ezek leginkább a legénység számára jelentettek menedéket egy esetleges támadás vagy légicsapás idején. Innen akár ellentámadásba is lehetett lendülni. A futóárkok többsége mára beomlott. Néhány helyen azonban jól kivehetők. Így Körösmező közelében, a parancsnoki bunker körül, ahonnan jól lehetett követni a csataállását. Egyrészt a rendszerek közepén volt található a parancsnoki bunker, egyrészt másrészt méreténél fogva is ezt bizonyítja. És hát, hogy miért volt ez a közepén? A körösmezői részhez képest mindenképpen a középpontban van ez. És a másik pedig, ahogy tovább haladunk Körösmezőről kifelé, egy szűkebb völgy Körösmező külterülete felé, ott pedig egy másik bunkerrendszer található, ami szintén ugyanehhez tartozott. Azt nem tudjuk, hogy ez a bunker mikor robbanhatott fel, hogy a magyarok robbantották fel kivonuláskor, esetleg a szovjetek már mikor megérkezett, de ennek köszönhetően látható az, hogy ezeknek a bunkereknek milyen erős a vasalásuk. Itt több sínt is lehet látni végig bennük. Ha itt a bunkeren körbe nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon sok lövészárok fut körbe, hiszen a bunkerekhez a közelben és a távolban lévő bunkerekhez is ez egy kapcsolatot is jelentett, valamint nagyon jól megfigyelhető az, hogy a lövészárkok mentén kialakított lőállások is láthatók, amelyekben ágyukat vagy nehéz tüzérséget helyeztek el, ez adta a biztosítékot arra, hogy jól tudják védeni a völgyet. A völgy Galícia felőli bejáratánál, a Tatárhágon, szállodák és magánházak szomszédságában megtalálhatók a Szent László állás maradványai. Azért használjuk ezt a kifejezést, mert csak az avatott szem képes felfedezni azt, hogy egykor itt katonai létesítményt építettek és használtak. Itt, ahol most állunk a Tatárhágon 930 méteres tengerszint fölötti magasságon, itt is a Szent László állásnak a lövészárkait, futóárkait láthatjuk. Valamint itt lent a völgyben látható az egykori országút, amit egészen az 1960, talán 63-ig használtak. Mögöttem lévő gödör nagy valószínűséggel egy faföld erődnek a maradványa lehet. Így látszik is belőle, hogy kihúzódik a lövészárok, a futóárok belőle. Ha itt körbenézünk ezen a területen, azt láthatjuk, hogy fákkal van benőve, persze a 40-es években ezek a fák még nem voltak itt, ami azt jelenti, hogy innen nagyon jó kilátás nyílt az országból kifelé. A hármas védelmi rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az Árpád-vonalat nem sikerült áttörni a szovjet csapatoknak. Minden völgyet lezárt, ahol nagyobb létszámú csapatokkal, gépjárművekkel előre lehetett nyomulni. Jól példázza ezt a Szinevér melletti völgyzár. Az utat és a patakmedret is kiválóan lehetett védeni a magas domboldalakon kialakított lövészárkokból. Ezt a rendszert nemrég turista csalogató szándékkal felújították. Korlát jelzi az ösvényt, ahol föl lehet jutni az ikerbunkerhez vagy a figyelőállásokhoz.
Némelyiket felújították vagy hozzáépítettek, hogy biztonságos legyen. A fa földerőt pedig eredeti pompájában tündököl, ha egyáltalán lehet ilyet mondani egy hadászati célú építményről. Az Árpád vonal megnevezés az talán egy kicsit megtévesztő is lehet, hiszen nem egy összefüggő vonalról beszélünk, hanem a völgyeknek a lezárása volt az elsődleges szempont, ahol is bunkerrendszereket, 15-20 bunkerből álló rendszert alakítottak ki. A közbeelső szakaszok azok, mondhatnánk azt, hogy meg nem erősített szakaszok voltak, de ott mégis portyázó századok vehették fel a harcot a szintén portyázókkal. A bunkerek kiépítésénél, megtervezésénél már előre megfigyelték azt, hogy hogyan lehet belőni egyes területeket. Az Árpád-vonal rendszerében géppuskákat, aknavetőket, páncéltörő lövegeket használtak. Ezek és mások segítségével olyan jól le tudták védeni a völgyeket, hogy egyetlen négyzetcentiméter sem maradt, anélkül, hogy azt ne tudták volna belőni. A rendszernek ez is lehetett az erőssége. A 1944-ben Románia a Szovjetunió oldalára állt át. Ez megpecsételte az Árpád vonal sorsát. Az itt harcoló magyar csapatoknak vissza kellett vonulniuk, nehogy bekerítsék őket. Magára hagyták tehát a védelmi vonalat. A bunkerek egy kis részét sikerült felrobbantaniuk, nehogy az ellenség kezére kerüljenek. A szovjetek is elkezdték robbantgatni őket, de a vasbeton elemek ellenálltak a robbanóanyagnak, ezért felhagytak ezzel a gyakorlattal. Így aztán napjainkban is nagyon sok helyen láthatunk bunkereket az utak mentén. Jó néhány most magánterületen található. Az élelmes kárpátaljai emberek mosókonyhának használják ezt a felrobbantott bunkert. Ez a másik itt például pince. Talán épp a magánosításnak köszönhető, hogy ilyen jó állapotban maradt meg. Még a vas elemei is épek. Az ilyen kisebb bunkereknél ilyen vasból készült zsaluzást találhatunk, de már csak nagyon ritkán, hiszen egyikből másikból ezek már eltűntek. Megöntötték az alapját, rákerült ez a zsalu, és így öntöttek fel rá felülre még körülbelül 1 méter vastagságú vasbeton szerkezetű tetőrészt, felső részt. Úgyhogy hát ez már ritka, hogy ilyet láthatunk egy-egy bunkerben. Ez például, ez a kis bunker, ez pinceként van átalakítva, Feri bácsi pincét készített belőle. Mások sokkal monumentálisabb építményt emeltek bunkerekre. Ez itt a Szinevéri Nemzeti Parkban például egy szálloda, így is nevezték el, Bunker Motel. Nem csoda, hiszen kőhajításnyira található innen egy viszonylag épen maradt völgyzár. A Nemzeti Park vezetősége felújíttatta a beomlott föld faerődöt és a hozzávezető futóárkokat. Falépcsőket és korlátokat építettek a magaslatokon kialakított bunkerekhez vezető ösvényen, hogy bárki biztonságosan meg tudja közelíteni a kis erődöket. A parancsnoki bunkert is megerősítették, nehogy beomoljon. A kiszögellő szikláról jól kivehetőek a völgy más részein álló bunkerek, ahonnan a folyómeder és a domboldalak minden pontját tűz alatt tarthatták. Innen több tucat kilométerre délkeletre a Military Hotel nem csak turisták menedéke, hanem egyben látványosság is. Ki gondolná, hogy a föld alatt a szálloda alapját szintén egy Árpád vonalbeli bunker képezi. Nagyon sok turista elcsodálkozik, amikor lejön ide. Jól látszanak a széles, érdes felületű betonfalak. Ezeket szándékosan nem bokoltuk be, hiszen ez adja meg a hely hangulatát. Amikor néhány éve elkezdtük az építkezést, akkor csak betonfalak voltak itt. Sokan a falusiak közül sem tudták, mi ez tulajdonképpen. A munkálatok folyamán töltényhüvelyeket találtunk. Ez bizonyította számunkra, hogy itt egy katonai építmény lehetett. Ennek megfelelően a rakoncátlan vendégeknek egy fogdát is kialakítottunk.
Éppen maradt bunkerek sora található Alsó-Kalocsa környékén. Egy itteni születésű kijevi bankár múlt századot idéző falurészt álmodott a községbe. A megvalósítás közben támadt az az ötlete, hogy felújítja a bunkerek egy részét, és turista látványosságot csinál belőlük. A felszerelés a csizmától a géppisztolyon és a messzelátón át a telegráfig gyakorlatilag megegyezik azzal, amit egykor a Magyar Honvédség használt. Azt kell, hogy mondjam, nagyon bonyolult ennek a vidéknek a történelme. Voltak olyan idők, amikor egy hét vagy egy év alatt gazdát cserélt. Emiatt nagyon érdekes, sokrétű a történelmi hagyaték. Nagyon sok nyelvet használtak az itt élők. Ez is megkülönbözteti más helyektől. Nem beszélve a tárgyemlékektől, amelyek itt találhatók. A háború idején kaszárnyaként használt bunkerekben, a felújítások után a tulajdonos tábori szállodák létesítését és a védelmi rendszer további felújítását tervezi. A faluhoz közeli területen 2 kilométer hosszan húzódik az Árpád vonal 38 bunkere. Ezek bejárása a 4 felújítottal együtt legalább egy napot vesz igénybe, mert sok a látnivaló. 2000 kiállítási tárgyat lehet megnézni. A vállalkozó szelleműek akár célba is lőhetnek. A védelmi vonal egyébként tovább húzódik a Kraszna csúcs felé, 2000 méteres magasságba. Ez már több napos kirándulást jelent az elszánt fanatikusok számára. Ezen a szakaszon is tervezünk felújítást. A II. Világháború idején étkezdeként szolgáló bunkerekben retro stílusú éttermeket szeretnénk kialakítani, katonai edényekkel, étkészlettel és persze katonai kosztal. Az Árpád vonal kétségkívül leglátványosabb és leglebilincselőbb része a Volóci járási felsőgerebenen, a Vereckei szorostól néhány kilométerre fekvő föld alatti alagútrendszer. A szovjet hadvezetőség évtizedekig őriztette. A rendszerváltozás után, a 90-es évek elején viszont megszüntették a felügyeletét. A határőrök rendszeresen jöttek ellenőrizni. Hogy igazán mit is ellenőriztek rajta, azt én sem tudom. A későbbiekben azonban felügyelet nélkül maradt. A falusiak bejártak nézelődni, mi is ez valójában. Aztán megjelentek a magyar rendszámú autók, és később a turistabuszok is. A magyarok tehát tudták, hogy ez mekkora értéket jelent, mekkora szenzációt. A turistákat az sem zavarta, hogy a páncéltörő tüzelőállásokat összekötő több kilométeres alagútrendszerben nem volt világítás. Talán a zseblámpák fényében még monumentálisabbnak tűnt a rendszer. Lenyűgöző a látvány maga, építészetileg is, és hát persze történelmileg is az emlékek miatt. Én most már egész biztos vagyok abban, hogy ebből valamit csinálni kell, ami turisztikai látványosság is, és történelmi bemutató helye is ennek az egész objektumnak. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen csodálatos helyre kell. Ez egy véletlen folyamán önök által sikerült. Azt hiszem, hogy erre többet kéne foglalkozni, mert ez megérdemelni azt, hogy itten ezt egy rengeteg turista és rengeteg ember lássa. Ez csupán a múlt évben valósult meg, pedig korábban is voltak próbálkozások az alagútrendszer hasznosítására. Egy vállalkozó a 90-es évek közepén csiperkegombát akart benne termeszteni, de ez nem sikerült. Más próbálkozások is voltak, de gyakorlatilag a múlt évig a vandálok szabadon garázdálkodhattak benne, hiszen nyitva volt. Lángszóróval levágták a vaselemeket, amelyeket hulladékként értékesítettek. Mi azzal a szándékkal adtuk ki újra egy vállalkozónak, hogy megőrizze az állagát. Önök is láthatják, hogy ezúttal valóban jó kezekbe került az objektum. A föld alatti bázis felfedezésére Ivánnal, az idegen vezetővel és a beregszászi kés családdal indulunk. Iván a hegyoldalba vágott első helyiségről azt meséli, hogy itt helyezkedtek el az áramfejlesztők, a távirda, innen szabályozták a szellőzőrendszer működését.
Ez volt a másfél kilométer hosszúságú alagútrendszer vezérlője. A vezérlőből a főfolyosóba érünk, ahonnan a lőállásokhoz vezető elágazások nyílnak. Jól látszik, miből készült az alagút fala. Iván azt mondja, az egyméteres betonréteget vasrácssal borították, de közte hagytak rést a víz elvezetésére. A vasrácsot még egy 10 cm-es vakolatréteg fedi el. Ez a föld alatti rendszer bázis volt azoknak a katonáknak a számára, akik a fenti géppuskafészkekben vagy a futóárkokban teljesítettek szolgálatot. 4 kisebb alagúton keresztül lehetett eljuttatni hozzájuk a lőszert. 2-szintes az alagút, most a felső szinten vagyunk, ami 35 méterre van a felszín alatt, tehát már ez is bomba biztos. Itt húzódnak a szellőző aknák is. A föld alatti labirintus mindenkit ámulatba ejt. Nem csoda, hogy készség gyermekei is le vannak nyűgözve. Én játszottam egy ilyesmi játékot, és abba is le kellett győzni az ellenséget, és bunkerekbe bujkáltunk. Ez a bunker, ez más, mint amit ott láttál, mint amit elképzeltél? Sokkal másabb, sokkal jobb. Hát meg, hogy nagyon mélyre megyünk le. Félelmetes? Nem. Te se féltél a bunkerbe? Nem. És amikor mentetek föl, volt egy nagy meredek, emelkedő sok lépcsős, ott se féltél? Egy kicsit. Az alsó szint 20 méterrel lejjebb van. Itt a folyosók kiszélesednek. Más a funkciójuk, mint a fentieknek. Itt volt a lőszerraktár, a kórház és a hálóhelyiség. Itt, ahol most állunk, itt aludtak a bunkert védő század katonái. 3-szintes ágyak voltak felállítva, a folyosó 65 méter hosszú. A ma látogatható folyosók hossza összesen 500 méter. Ez az egyharmada az egész rendszernek. Nagyon fontos volt itt a föld alatt a vízelvezetés megoldása. A felső szintről az északi oldalra, míg a lentiről a délire vezették el a vizet. Tehát semmiképpen nem folyhattak egybe. A vállalkozó szellemi turisták az egyik géppuskafészekhez vezető nyíláson hagyhatják el az alagútrendszert. Mi is ezt az útvonalat követjük. Kiérve válik átláthatóvá és érthetővé ennek a védelmi rendszernek a teljes funkciója. De jó, szabadul! A védelmi rendszernek az volt a feladata, hogy megállítsa a keletről előre nyomuló ellenséget. A szintén géppuskafészekben végződő futóárkokat patkó alakban alakították ki a völgy egyik oldalától a másikig. Ágyukat is elhelyeztek a hegyek tövében. Innen tehát be lehetett látni és lőni az egész völgyet 3 kilométer hosszan. Nem hiába akadt fenn ezen a hálón a legyőzhetetlennek vélt szovjet hadsereg. Méltán lehettek rá büszkék azok, akik megtervezték. Ma már elmondhatjuk, hogy az Árpád-vonal kétségkívül a magyar történelem egyik jeles emléke. Egy magyarnak büszkeség ezeken a folyosókon végigmenni, mivel a múltunk, nem is a távoli múltunk köszön vissza, amikor is egy megtépázott magyar állam épp a háború kellős közepén, vagy a háború közepén képes volt egy ilyen nagy volumenű beruházásnak a végrehajtására. Látszott, hogy ők valóban, akik ezt építették, megtervezték, azok valóban meg akarták védeni a hazájukat. Amikor a magyar királyi hadvezetés megépítette az Árpád vonalat, akkor az volt a cél, hogy egy megbízható védelmi rendszert hozzon létre. Akkor talán senki sem gondolta, hogy 70 év elteltével a középkori várakhoz hasonlóan a turisták népszerű célpontja lesz. Ez biztosítja azt, hogy még évtizedek múlva is létezni fog, és beszélni fognak az Árpád vonalról. Kedves nézőink, Önök a Tisza Televízió magyar nyelvi magazin műsorát látták Ungváról. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzenek minket minden nap, viszontlátásra!